Jó kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Nem késő még elkezdeni etetni a madarakat, nem mindegy viszont, hogy mivel és miként tesszük ezt. A következő percekben erről lesz szó, tartsanak velünk. Nagyon sok madár a téli időszakban örül annak, hogyha ennivalót kap, és főleg, hogyha biztonságosan kap ennivalót. És az egy másik nagyon fontos szempont, hogy, hogy mi is örülünk a madaraknak, hogy oda jönnek hozzánk közel, és ezért én mindenképpen azt javaslom, hogy aki etet, lehetőleg úgy etes, hogy meg is tudja figyelni a madarakat. Mert különböző etetők vannak, különböző helyekre tesznek az emberek etetőt, de az a legjobb, hogyha az ember bentről az ablakból is, mikor kinéz, és esetleg tényleg nagyon sok madár is jöhet már ezen a télen, akkor van mit látni, és különböző etető típusok vannak, én a legjobbnak a ducetetőt tartom, hogyha van erre az embernek lehetősége, hogy egy, egy nagyobb bacska ducetetőt készít való az ablak közelébe. De a másik nagyon jó etető maga az ablaketető, aminek az a lényege, hogy az ablakba lehet rakni ezt az etetőt. Tehát ilyenkor a madár tényleg odaszokik az ablakunkba és hogyha meglehetősen tiszta elesége etetünk, tehát ez mondjuk a tiszta napra forgó mag az erre alkalmas, annak a maradékát aránylag könnyű eltakarítani, illetve a cínegék el is viszik, mert ők olyanok, hogy ők kikapnak egy szemet, és aztán viszik a környező bokrokra, fákra. Hát nagyon sokféle szempont van, amiről, amiről érdemes beszélni. Az első az, hogy időben érdemes elkezdeni a etetést. Mert hogyha csak akkor kezdünk etetni, amikor már itt van a tél, itt van a nagy hó esetleg, vagy nagyon hideg, akkor az már egy kicsit késő a madaraknak. Részint máshova szoknak el, tehát lehet, hogy más etetőkre, vagy ha nincs etető, akkor, akkor keresnek valami olyan helyet, ahol esetleg túlélik a telet. A lényeg az, hogy, hogy jó legalább egy héttel előbb elkezdeni az etetést, mint hogy megjön a kemény idő. És ha a madarak odaszoknak, akkor már. A hírt is továbbadják egymásnak, tehát különösen a cinegék nagyon ügyes hírvivők, és ők ugye mondják a többieknek, hogy gyertek ide, mert itt van mit enni. Nagyon sokféle madarat lehet etetni, ugye eddig főleg a cinegékről volt szó, ők járnak a cinkegolyóra, ők azok, akik legjobban szeretik a napraforgót is, és elhordják, ugye minden egyes szemet elvisznek, és szépen kikopácsolják, és ők azok, akik szívesen fogyasztják a fagyut is, és különböző zsiradékokkal lehet őket etetni. Fontos, hogy ne sóssal és ne fűszeressel. De, de gyakorlatilag az összes pinyféle madarat ugyancsak oda lehet szoktatni az etetőre napraforgó maggal. Hát főleg a napraforgó mag jó, de, de, akár lehet az kendermag is, vagy a veréb, verébnek, illetve a balkáni gerlének, amelyik úgyis elkerülhetetlen, hogy jöjjön az etetőre. Nekik egyéb galbon a magvak is megfelelnek. Tehát, hogyha buzát vagy, vagy kukorica darát kapnak, ezek a madarak azt is szívesen elfogyasztják, az is energia, és az is hozzásegít őket a túléléshez. Nagyon sok más madarat is lehet etetőre szoktatni, például a harkályokat. A harkályok számára ugyancsak megfelelhet a napraforgó mag, ők nagyobb magvakat szívesebben kopácsolgatnak, például a diót. Tehát, hogyha például rossz dió van, ami rossz dió azt jelenti, hogy kukacos vagy egy kis hibája van, nekünk már nem, nem jó, a harkának még tökéletes. Azt az tesszük, a harkány nagyon sokszor azt is megteszi, hogy elrejtegeti, tehát ha sok van belül, akkor elrejti különböző repedésekbe, fakéreg repedéseibe például. És innen van az, az az ötlet is, hogy akár fagyot is érdemes a harkályoknak fakéreg repedésbe tenni, mert az ilyen helyeket a harkályok kifejezetten szeretik, és a, a háza környékén előforduló harkályok így odaszoktathatók. Hát sok minden más madarat is lehet etetni egyébként, mert például vannak a, a rovarevő, de ilyenkor inkább gyümölcsöt fogyasztó madarak. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy lehetőleg olyan bokrok legyenek a telkünkön, vagy a környékünkön, amelyik bogyót terem, és ezeket a bogyókat a madarak szívesen fogyasztják. Különböző bokornak, vagy fának különböző időben érik a bogyója, különböző időben szeretik a madarak. Például lehet tudni, hogy hogy a bodza az első, amelyiket elfogyasztják a madarak. A, a legutolsó meg a fagyal, amelyik már nagyon megfagyott a tél végén akkor jön a fagyal. És uh, igazából így mindennek megvan a, a szerepe, uh, de hogyha esetleg kevés a gyümölcs, vagy kevés a, a vadgyümölcs, a bogyó, akkor én szoktam javasolni, hogy almacsutkát is érdemes az etetőre tenni, mert az almacsutka a vörösbegynek, a rigóknak és más madaraknak is uh, jó eleség. Uh, számukra ugyanolyan fontos vitaminforrás, mint számunkra. Um, hát sokféle más madarat is lehetne még felsorolni, hogy mi mindent etetünk, mert például a ragadozó madarakat is óhatatlanul etetjük az etetőn, ugyanis ha sok énekes madár jár az etetőre, akkor biztos, hogy oda fog szokni előbb-utóbb a karvaj. És az egy külön szempont, hogy, lehetőleg biztonságos is legyen a kis madarak számára, hogy rendben van, hogy a karvajt etetjük óhatatlanul, hébe-hóba, Elcsíp egy kis madarat, de az nem jó, hogyha kifejezetten karvajetető lesz a madáretetünk. Hát az egy külön történet, hogy macskaetető se legyen, mert sajnos előfordul egy jó pár házi macska, amelyik rászokik a madárfogásra, és abból semmi jó nem származik. Tehát ennek is megvan a módja, lehetőleg megfelelő magasságban legyen az etető, a macska szempontjából nézve, és és az is egy, egy fontos dolog, hogy ne tudja olyan könnyedén megközelíteni, hogy esetleg elrejtőzik ott egy kis zugban a macska, ahonnan így lesből tud támadni, és hirtelen ráugrik a madárkákra. A biztonság egyébként nagyon fontos a madaraknál, és például a balesetek elkerülése az egy, az egy rendkívül fontos dolog, hogy például az ablaknak ne repüljön neki a madár, mert Szerintem mindenki találkozott már ilyen esettel, hogy a madár nekirepül az ablaknak, és hát ha szerencséje van, túléli, de ha nem, az is lehet, hogy elpusztul. Ilyen esetre, hát egyrészt az a megoldás, hogy oda tegyük az etetőt, ahol lehetőleg nem sik üveg van. Ha sik üveg van, akkor tegyünk rá valamit, valami diszt, vagy valami kis mozgó tárgyat, amit a madár észrevesz illetve akár egy szúnyoghálót az ablak elé, akkor semmi gond nem származhat abból, hogy ott az etető. Egyébként az egy külön szempont, nem egyszer tapasztaltuk, hogy ha pont az ablak előtt van egy bokor vagy fa, és az tükröződik az ablakban, akkor a madár szegény azt gondolja, hogy ott is van egy fa, és különösen, ha jön a karvaj, vagy hirtelen megijed bármitől, akkor így neki durran az ablaknak, és azt gondolja, hogy egy másik fába belemenekül, de hát ott az ablak volt. Vannak önetetők is, tehát hogyha valakinek például olyan helye van, olyan, olyan telke van, ahova csak hetente vagy két hetente jut el, akár havonta, akkor erre is van lehetőség, hogy ott is lehet madarat etetni. És különösen olyan helyen, ahol esetleg sehol a közelben nem etett más, ott ennek fontos szerepe lehet, ott önetetőt lehet működtetni, ennek vannak különböző változatai. A, a legegyszerűbb az egy, egy szövött zsák. Vannak ezek a burgonyás zsákok, például amelyik piros vagy zöld kivitelben a madárnak majdnem mindegy, azt megtöltjük napraforgó maggal, és abból, abból ők ugyanúgy ki tudják csipegetni a magokat, mint ahogyan a a cinke a kis zsákjából, csak ez egy óriási nagy zsák, tehát akár, hogyha olyan a hely, akkor egy hónapig is rájárhatnak a madarak, és akkor arra kicsi a, a munkaráfordítás. Vannak persze olyan önethető kis, amelyik egy, mondjuk egy függőleges kis dobozt kell elképzelni, a tetejébe bele tölteni, alul egy kis rés, és és akkor madarak hozzájutnak az, ennivalóhoz. Az ötödik emelettől fölfelé már nem annyira praktikus, de, de a negyedik emeletig még, még, felmehetnek a madarak. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag ameddig a, a, fák lombja ér, és amíg a madarak biztonsággal oda tudnak szállni az etetőre, addig érdemes etetni őket, és persze a madarak biztonsága legyen az első, tehát hogyha, hogyha már ott fönt túlságosan sok veszélynek van kitéve, túl sok az ablak, túl sok esélye van annak, hogy a ragadozó madár oda szokik, akkor, akkor inkább a lakóhelyünkön egy közeli helyen, mondjuk a parkban egy megfelelő bokor tövében etessük a madárkákat, mert az, az az, igazán biztonságos számukra. A mi udvarunkon lévő kicsi ezetőt mi naponta töltjük, de ugye ahol az ember folyamatosan mozogott, ott látja is, hogy, hogy hogy fogy. Ez az etető méretétől függ, illetve attól is, hogy, hogy hogy, állunk a maggal, mert, mert lehet nagyon kevés maggal is aránylag sokáig etetni. Ha tudom, hogy én mondjuk száz napig akarok etetni, az egy reális időtartam a téletetésre, akkor, akkor elosztom a mag és mindig minden nap annyit teszek ki. Tehát az is lehet, vagy minden második nap teszek ki ugyanannyit, és hogyha ez a madaraknak nem lét szükséglet. Mert itt például a mi környékünkön egyáltalán nem okozna gondot ha egy vagy két ember abba hagyja az etetést, mert a szomszédok ugyanúgy etetnek, tehát, tehát ott nem okoz gondot. De ahol. Tudom, hogy csak én vagyok az, aki etet. Ott ez nagyon fontos szempont, hogy ne hagyjam abba az etetést egész addig, ameddig az időjárás nem javul meg. Ugyanis a madarak nagyon szeretnek rászokni a jóra, érthető módon. És hogyha ha folyamatosan oda járnak, és megtanulták, hogy ott rendszeresen élelmet találnak, vagy azért, mert naponta tesz valaki, vagy azért, mert mindig ott van, mert önetető van akkor ha hirtelen elfogy az ennivaló, ezek a kismadarak hajlamosak arra, hogy, hogy nem akarják elhinni. És mindig újra és újra visszaszállnak oda, hogy csak van, előbb-utóbb csak lesz, és addig jár oda, amíg egyszer csak elfogy az energiája, és akkor, akkor vége. Tehát ilyen téli, kemény időben különösen gyakran előfordulhat, úgyhogy erre kell nagyon figyelni. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérlegén. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!